Gróf Széchenyi István a legnagyobb magyar életéről, munkásságáról értekeztek az Irodalmi Kávéház Klub tagjai augusztus 3-án. 2016. szeptember 21-én ünnepeljük Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulóját. A jeles nappal kezdetét veszi a Széchenyi emlékév. Ehhez kapcsolódva a legutóbbi összejövetelen Széchenyi Istvánnal foglalkoztak az irodalomkedvelők. Gróf Széchenyi István 1791-ben született Bécsben. Politikus, író, polihisztor, közgazdász, a Batthyány kormány közlekedési minisztere volt. Széchenyi munkásságát elsőként Török Ferenc klubelnök ismertette a tagokkal, majd pedig a legnagyobb magyarról írt verseket elemezték. Részletesen beszélgettek I. és Gyula Széchenyi hídja című verséről, valamint Arany János Széchenyi emlékezete című 1860-ban írt 25 versszakos költeményéről.